ott hagyjuk egy picit, és utána és a buborékok, vagyis az ételfestő buborékok kidurranak, és így lefolyik a víz alá. Épp a láva lámpa működését szemléltetik a gyerekeknek a Matthias Corvinus Kollégium nyílt napján. Az általános iskolások számára meghirdetett fiatal tehetségprogram promotáló napján most testközelből tapasztalhattak meg a gyerekek olyan kísérleteket, amikre az iskolai tanmenetben nem kerül sor. Tolnán a Magházban megrendezett program célja az volt, hogy az 5. osztályba igyekvő diákokat megszólítsák és megismertessék velük az intézmény nyújtotta lehetőségeket. Itt ez a mai nyílt nap is itt Tolnán azért zajlik, hogy az 5. osztályba igyekvő diákokat megszólítsuk, ugyanis őket várjuk most a programunkba, a FIT programunkba. Felmenőrendszerű a képzésünk, tehát 5. tudnak becsatlakozni, és egészen 8. osztályig tudnak járni hozzánk a Szekszárdi MCC-be különböző képzésekre, fejlesztő programokra. Az élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált képzés célja, hogy a gyerekekben felkeltsék a tudás iránti vágyat, felkészítve őket a továbbtanulásra és a tudatos pályaválasztásra. A középiskolás korosztály számára ugyancsak lehetőség van a FIT programban való részvételre. A középiskolás programunk ennél egy picit komplexebb, ott már a pályaorientációhoz nagyban hozzájárul az, hogy van egyfajta igencsak erős e-learning alapú képzési repertoárunk. Az egyetemeknek a legnépszerűbb szakjaival tudnak betekinteni ezáltal a diákok 4/8 hetes e-learning alapú kurzusokba. Az idei tanévet 1125 felső tagozatos és mintegy 3500 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A tehetséggondozó programok a főváros mellett további 14 településen érhetők el, többek között már Szekszárdon is.